Na jó, a másik is leesett, de na jó, oké. Sziasztok, skacok! Ebben a videóban egy stigmologot fogok összerakni csontokból. Na hát az előző Velociraptor után, ezt most már nagyobb tapasztalattal fogom összerakni, úgyhogy rakjuk is össze ezt a stigmologot. Hűha, itt ezt elvágjuk, meg itt is, remek, ki tudom bontani, így-ni, ezt még ide, akkor én most mindent kibontok, amit csak lehet. Tanulva az eddigiekből. Az igen, jó nagy feje volt. Itt a talapzat, amire rá kell rakni, itt a kártyája. Most akkor követem a leírást, nem úgy, mint legutóbb a Velociraptornál. Hát akkor azt mondja, hogy a legkisebb része, a farokcsont jön leghátulra, nyilván megvan egy. Ennél egy kicsit sűrűbb ez a része, ez kettő. Már is kevertem kettőt, hogy ezek most mik, meg honnan jönnek. Kérlek, tegyük fel, hogy ez jó lesz. Aztán itt van egy ilyen furcsa medence csontszerűség. Ember legyen a talpán, aki ebből el tudja dönteni, hogy ez most melyik része. Ez lesz az. Ez akkor ide jön, és nem pattan, nem olyan könnyű ez. Aztán itt vannak ezek a csontok. Na most ez akkor hova jön? Mindegy. Ne is foglalkozunk vele majd később. És a lábak. Szuper. Ez ide. Nem? Igen. Ez az. Egyik csont. Másik csont. Szerintem ezek tök ugyanolyanok egyébként. Húha. Persze, essélyen nyugodtan akkor a farokcsontokat ide rakjuk, és nem rakjuk még rá egyelőre. Na, könyörgöm, menjél már bele! Nem mondhatjátok, hogy mindig jót mondok egy játékról, mert ha nem olyan, akkor nem tudom azt mondani, hogy jaj, de szuper, hát ezt nagyon nehéz összerakni. Oké, akkor ezt most összeraktuk. Aztán jön a borda. Léci, kattany, pattany. Aztán jön ez a része. Hopp, és akkor most kell belerakni ide ezt a motort. Igen, ez így kell, hogy legyen. Aha. Aha, nem, megvan. Ezt kell ide rakni. Ó, megvan, igen. Az igen. Ezt összetoltuk, ez jön most ide, ez jön a feje helyére, ez nem teljesen világos, hogy hova kerül akkor most. Ja, de igen, ide jön egy kar, második, ó, és leesett. Hű, de mérges vagyok, és a lába is leesett, én ezt nem bírom. De hát nem tudom máshogy belerakni, még csak az sincs, hogy rossz lenne a... Fúha, hű. Hát én leizzadtam. Na jó, a másik is leesett, de na jó, oké. A fejét még rárakom, aztán nem tudom, hogy mit tud ez a játék. Aha, hát ez szuper. Fú, skacok, akkor én itt elbuktam, ezt a dinót nem annyira tudom összerakni. Szerintem, én tényleg el tudom képzelni, hogy nem én vagyok a legügyesebb ember a világon, de hát azért ezt egy 8 éves se fogja tudni összerakni, olyan fizikai erő kell hozzá, és amikor éppen összeraktad, minden végtagja a helyére illeszkedik, akkor az utolsó leesik, amikor a következőt próbálod berakni, úgyhogy a stigmolók ennyi volt, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha szeretnétek ilyen játékot, akkor lent a leírásban megtaláljátok a linket, ahol be lehet szerezni. Nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, és ha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Kövessetek be Facebookon, meg Instagramon. Hát ezt én nem hiszem el, de tényleg. Skacok, ha érdekelnek még titeket dínos vagy más játékos játékvideók, akkor keressétek itt a csatornámon, jobbra, balra, mellettem, körülöttem. Egy láb, meg még egy láb. Hát, de tényleg ember feletti erő kell ahhoz, hogy ezt valaki össze.